Üdvözlünk újra a csapatnál, most nem kérném mutatkozni, mert szurkolóink már ismernek. Azt mesélj nekünk, hogy mi történt veled, merre jártál, mióta legutóbb nálunk rúgtad a labdát. Hát én ugye, amikor elmentem Szegedre, mentem a Kelen SC-be. Ugye ott MB3-ba mentem, ugye, és sajnos a vírus helyzet miatt ugye befejeződött. Aztán kiesett a Kelen SC ugye Brassz 1-be. Én maradtam ott az ősszel, aztán nem úgy alakult, ahogy én elterveztem. És a télen váltottam Jászberénbe, mentem tovább. Ott nagyon jól éreztem magam. Igazából örültem annak, hogy visszatértem a MB3-as légkörébe. Már hiányzott, úgyhogy tel volt már télen is egyébként, hogy Szegedre visszajövök, de az még meghiúsult, és akkor így most a nyáron egymás kezébe csaptunk, és újra itt. Milyen tervekkel érkeztél vissza Valamtószélre? Hát nagyon-nagyon-nagyon motivált vagyok, úgyhogy szeretném ott elkezdeni, ahol befejeztem, szóval szeretnék rúgni gólokat, úgyhogy hát nincs más, csak hogy nyerjen a csapat, ott legyünk az élbolyba, azt mondom, a keret nagyon fiatal, ambíciózus és nagyon lendületes, úgyhogy én gondolom, hogy sikerülhet is. Milyennek voltak az első napok újra itt Szegléden, és milyen a felkészülés, hogy zajlik? Nekem egy kicsit nehézkesebben azért, nyilván most egy héttel voltam maradva a srácoktól, de már most eljelzem, hogy kellett ez a két-három nap, hogy belemelegedjek, azért felvegyem a ritmust, úgyhogy most már azért kezdem is szózni magam. Nagyon pörgősek az edzések, hosszúak, nagyon-nagyon taktikus, úgyhogy szerintem ez rendben van. Szombaton újra edzőmérkőzésen lehet pályára lépni. Mennyire várod már a felkészülési találkozókat? Én nagyon várom már a meccseket. Nyilván ott az a meccsek azok, amiért csináljuk ezt a futballt. Úgyhogy már nagyon-nagyon izgatott vagyok, úgyhogy szeretnék gólt rúgni, gólpaszt adni, amiért igazából én is csinálom.